Köszöntök minden kedves nézőt sorozatunk legújabb részében. A mostani epizódban az Ebegénynél 1998. augusztus 29-én történt utoléréses balesetet fogjuk megnézni. Az esetről sajnos nagyon kevés felhasználható anyagot találtam, ami nyilvánosan elérhető az interneten. Két forrásból tudtam dolgozni, nevezetesen egy Wikipédia cikkből és egy a YouTube-on található mávos oktató videóból, ami bemutatja a történéseket. Utóbbi linkjét a leírásban is megtaláljátok. Nem célom az oktató videó kvázi újra elkészítése, ezért egy emészthetőbb kiadásban tálalom az esetet, felhasználva a videó képkockáit illusztrációként, és bemutatom, hogy mit írtak a korabeli újságok ennek kapcsán. Lássuk hát, mi is történt azon a végzetes nyári napon, 24 évvel ezelőtt. A végzetes baleset a MÁV 70-es Budapest-Vác-Szob vasútvonalán történt, Nagymaros és Szob állomások között Zebegény megállóhelynél. A pályáról előzetesen tudni kell, hogy a Duna partján a 12-es főút és a hegyoldal közé szorítva utóbbi vonal vezetését követve halad, emiatt sok nem belátható ívvel rendelkezik. Az említett szakaszon kétvágányú villamosított. Nézzük meg tehát először az előzményeket, amelyek a baleset megtörténtéhez vezettek. Szob állomáson az utasperonok korszerűsítéséhez kapcsolódóan a biztosító berendezések kábeleinek áthelyezésére volt szükség, amelyet az eset napján a biztosító berendezési szakaszmérnök felügyelete alatt kezdtek meg. A munkálatokhoz kapcsolódóan a Nagymaros felé található térközök betáplálási kábeleit is át kellett helyezni, ehhez pedig a betápkábeleket el kellett vágni. Ezen munkafolyamatnak előre eltervezett időben kellett volna megtörténnie, amit a szakaszmérnök szobállomás forgalmi szolgálattevőjével egyeztetett is, viszont a helyszínen dolgozó munkások a kábelt már a tervezett időnél hamarabb elvágták, a szakaszmérnök előzetes engedélye nélkül. Emiatt a térközjelzők egy részének betáplálása megszűnt, az érintett jelzők sötétre kapcsoltak és szobállomás jobb átmenő fővágányán látszólagos foglaltság jelent meg, ami a forgalomirányító berendezés jelzőasztalán is látható volt. A szakaszmérnök, amikor a forgalmi irodába érkezve észlelte a berendezés jelzését, nem tájékozódott a hiba lehetséges okairól, és telefonon értesítve a nagymarosi és szóban értesítve a szobi szolgálattevőt, állomás távolságú közlekedés rendelt el 15 óra 40 perctől, amelyet az állomási fejrovatos naplóba is bejegyzett. Kiadott rendelkezést egyik állomás forgalmi szolgálattevője sem kifogásolta, azt tudomásul vették. Eközben a 310-es számú, 8 kocsiból álló, szlovák villamos mozdony által továbbított csárdás Intercity vonat már áthaladt Nagymaros állomáson, Szob irányába a jobb vágányon. A vonat és a mozdony biztonsági berendezései jól működtek, viszont a mozdonyon a konstrukciós eltérések miatt vonatbefolyásoló berendezés nem volt felszerelve, emiatt a mozdonyon a mozdonyvezető mellett vontatási vonatkísérő teljesített szolgálatot. A kábelátvágás és az állomástávolságú közlekedésre vonatkozó rendelkezés kiadásának idején az Intercity vonat behaladt a Nagymaros felől számított második térközbe, ahol a térköz végénél található térközjelző megállj jelzésére megállt, majd az utasításnak megfelelően 2 perc várakozás után tovább haladt 15 km/h sebességgel, és az Ebegény megállónál található következő térközjelzőnél megállt, amely a kábelátvágás miatt sötét volt. A helyzetet tisztázandó a vonatkísérő leszállt a mozdonyról, hogy a pályatelefonon értekezzen Szob állomás szolgálattevőjével. Eközben a vonat mögött a távolban, az ívből, egy mozdony fényszórói tűntek föl. A MÁV V43 1269-es pályaszámú villamos mozdonya által továbbított, Szob felé közlekedő, 4 kocsiból álló,
2144-es számú személyvonat 15 óra 45 perckor érkezett meg Nagymaros állomásra. Itt a forgalmi szolgálattevő az állomás távolságú közlekedésről szóló írásbeli rendelkezést átadta a mozdonyvezetőnek. Mindkét példányt utóbbi vette át, pedig annak egyik példányát az előírás szerint a vezető jegyvizsgálónak kellett volna megkapnia. A mozdonyvezető jelezte a jegyvizsgálónak, hogy nem kell a mozdonyhoz jönnie, így az utasítás tartalmát a jegyvizsgáló nem ismerte meg, s annak tartalmáról nem is érdeklődött. Ezt a szolgálattevő nem kifogásolta, s felhatalmazta a vonatot, megfeledkezve közben azon tényekről is, hogy állomás távolságú közlekedés lett elrendelve, és a 310-es számú Intercity-ről még nem kapott visszajelentést szobállomásról. Ezen események után a személyvonat a kijárati jelző szabad jelzésére kihaladt szob felé a jobb vágányon. Az állomás kijárati jelzője és az azt követő első térközjelző a vonat számára zöld jelzést mutatott, a második térközjelző pedig sárga fényt jelzett. A harmadik térközjelzőn megállj jelzés volt látható. Mivel a mozdonyon jól működő vonatbefolyásoló berendezés volt felszerelve, a vezetőállás ismétlő jelző a térközjelzők jelzésképét megfelelően mutatta a mozdonyvezető számára, aki a megállj állású térközjelzőhöz közeledve lassított, majd a jelző mellett körülbelül 3 km/h sebességgel elhaladt, ezután megállt. Ezután a mozdonyvezető az ismétlő jelzőn lévő vörös fényt a vonatbefolyásoló tolatóállásba, majd vontatás állásba kapcsolásával az utasítást megszegve törölte, minek hatására az ismétlő jelzőn fehér fény jelent meg, így a maximális alkalmazható sebesség gépi ellenőrzése kiiktatásra került. A mozdonyvezető ezután elindult és 80 km/h sebességre gyorsította vonatát. A következő ívből kihaladva körülbelül 200 méter távolságból vette észre a pályán veszteglő Intercity utolsó kocsiját. Gyors fékezett, de a balesetet elkerülni már nem tudta. A személyvonat mozdonya körülbelül 68 km/h sebességgel 15 óra 51 perckor az Intercity hátsó kocsijába csapódott. Az ütközés következtében a személyvonat mozdonyának vezetőállása az Intercity utolsó kocsija alá torlódott és teljesen összeroncsolódott. Az Intercity hátsó négy kocsija súlyosan rongálódott, a hátsó két kocsi kisiklott és a pálya mellé az oldalára borult. A személyvonat négy kocsija szintén rongálódott, a mozdony mögötti első kocsi a mozdonyra torlódott. Vonatok utasai közül 20 fő szenvedett különböző mértékű sérüléseket, a vétkes mozdonyvezető életveszélyesen megsérült, majd kórházba szállítását követően pár nap múlva elhunyt. Emellett súlyosan rongálódott a vasúti pálya és a felső vezetékrendszer is. A balesetben sérült mozdonyt és a kocsikat a vasúttársaság a vizsgálat befejeztével selejtezte és szétvágta. A következő napokban a helyszínelés és a pálya helyreállításának idején az érintett szakaszon vonatpótló autóbuszok közlekedtek. Az esetről számos korabeli lap is beszámolt. Az Új Néplap pedig szeptember 7-i számában egy interjút is közölt az elhunyt mozdonyvezető feleségével. A baleset vizsgálat jelentése megnevezi a felelősöket, viszont arról nincs információ, hogy milyen mértékű felelősségre vonásban részesültek. Nézzük tehát, kik és milyen módon felelősek a baleset bekövetkeztéért a vizsgálat szerint. Hibázott a mozdonyvezető, aki az utasítást megszegve a vörös jelző meghaladása után kiiktatta a vonatbefolyásoló berendezést, megszüntetve ezzel a maximálisan alkalmazható sebesség gépi ellenőrzését. Továbbá hibázott abban is, hogy az írásbeli rendelkezés második példányát a vezető jegyvizsgálónak nem adta át, s utóbbi pedig abban, hogy a rendelkezés tartalmáról ennek ellenére nem érdeklődött.
Hibázott a szakaszmérnök, aki az állomás távolságú közlekedés elrendelése előtt nem győződött meg a jelzőberendezési hiba okáról, és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül adta ki a rendelkezést. A jelzőberendezés ilyetén hibája nem tette volna indokoltá a rendelkezés kiadását. Hibázott mindkét állomás forgalmi szolgálattevője, akik anélkül vették tudomásul a kiadott rendelkezést, hogy annak okát tisztázták volna, és esetlegesen kifogásolták volna a rendelkezés tartalmát. Továbbá többszörösen hibázott a nagymarosi szolgálattevő, aki annak ellenére hatalmazta fel a személyvonatot, hogy tudott az állomás távolságú közlekedés elrendeléséről, és megfeledkezett arról, hogy az Intercityről még nem kapott visszajelentést Szob állomásról, illetve hogy az írásbeli rendelkezés másodpéldányának át nem adását nem kifogásolta. Hibáztak továbbá a biztosítóberendezési szakszolgálat dolgozói, akik engedély nélkül kapcsolták ki a biztosítóberendezést és vágták el annak kábelét. Mindezen elkövetett sorozatos hibák vezettek oda, hogy a súlyos baleset bekövetkezett. Ti mit gondoltok az esetről? Hogy látjátok? Hogyan lehetett volna másképp csinálni? Hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet? Véleményeteket írjátok meg nyugodtan kommentben. És találkozzunk a következő részben. Sziasztok!